Sziasztok! Egy korábbi videóban bemutattam nektek azt, hogy hogyan lehet egyszerűen és olcsón egy viszonylag jó streamert építeni, amelyen lejátszható a saját zenekönyvtárunk, illetve a népszerű online streaming platformokat is használhatjátok. A Volumio szerintem egy nagyon jól átgondolt és egyszerűen használható platform, amelynek persze megvannak a saját korlátai, de egy folyamatosan és dinamikusan fejlődő alkalmazás a mai napig. Például a nem olyan sokára megjelenő hármas verzióban talán meg fogunk kapni olyan funkciókat is, mint a szinkron multiroom zenelejátszás, valamint a beépített DSP és EQ, csak hogy néhányat kiemeljek a várható finomságok közül. A lényeg az, hogy ha valaki hajlandó néhány apró kompromisszumra, akkor a volumió egy tökéletes választás az otthoni, jó minőségű zenehallgatásra. Ellenben kétségkívül van egy olyan rétege a hífizés szerelmeseinek, akiknek kompromisszummentes megoldások kellenek, akik szeretnék teljes kontroll alatt tartani azt, ami a bitekkel történik, és a forrásfájtól a streamer analóg kimenetéig elvárják az olyan technikai megoldások használatát, amelyek garantálják a magas minőségű, bitperfect zenelejátszást. Ezeknek az igényeknek a kielégítésére született a múltban több megoldás is, de én a mai videóban egy olyan rendszert szeretnék nektek bemutatni, amely szerintem iskola példája a kompromisszummentes felhasználói élménynek, a precíz digitális továbbításnak és a digitális átviteli lánc teljes kontroll alatt tartásának. A mai videóban tehát ezzel a szoftverrel, annak történetével és technikai részleteivel foglalkozom majd. 1999-ben egy baráti társaság elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan is hallgatunk zenét. Ez ugye jóval a streaming vagy az iTunes előtt történt. Ahogy telt az idő, egyre könnyebb és kényelmesebb volt a különböző zenei albumokhoz hozzájutni, de az új digitális formátumoknak köszönhetően azok egyre kevésbé adtak teljes körű jelményt. Többször említettem a korábbi videóimban is, hogy a zenehallgatás régen nem csak a fülünknek, hanem a szemünknek is szólt. Egy hanglemez nem csak a rajta tárolt zenét jelentette, hanem vizuális művészetként is értékelhető volt a nagyméretű lemezborítónak köszönhetően és a bennük található sokszor poszter nagyságú inzertekkel, dalszövegekkel és egyéb érdekes információkkal fűszerezve. Amikor megjelent a CD, akkor ez a felület azonnal 80%-kal kisebb lett, majd később a fájl alapú zenehallgatás eljövetelével a korábbi vizuális élmény a szimpla fájlnevekre redukálódott. Szóval a korábban említett baráti társaság elkezdett kísérletezni egy szoftverrel, amely visszahozhatja a vizualitást ebbe az inger szegény új világba. Két év megfeszített munkájával létrehozták azt a digitális zenehallgatási élményt, amely akkoriban a világon egyedülállónak számított. Persze a dolog még nem volt tökéletes, mert a konzumer számítógépek egyszerűen nem voltak akkoriban elég erősek egy ilyen komplex feladat elvégzéséhez. 2003-ra megépítették az első tesztrendszerüket, amely egy 19 szolos érintőkijelzővel egy beépített számítógép volt, egy akkori szenderdek szerint játékokra fejlesztett csúcs videókártyával, az akkori mércével brutális mennyiségű rammal és két terabájtos merevlemez tömbbel. Az egészet kézzel építették meg olyan 20 ezer dollár értékű alkatrészből. A rendszert úgy népszerűsítették, hogy elvitték New York szinte összes partiába, ahol aztán az emberek az eszközt körbeülve parázsvitába bocsájtkozhattak a zenéről. 2006-ban dobták piacra a Suluz nevű terméket, amely a 13.000 dolláros árcédul ellenére mind a vásárlók, mind a szakma körében pozitív fogadtatásra talált. Ez a megoldás egy úgynevezett elosztott hálózati rendszere volt az irányításnak, a tárhelynek és a lejátszó eszközöknek, amelyek kombinációival akár 32 különálló lejátszási zónát is létre lehetett hozni, valamint több terabajtnyi redundáns tárolóegységet is össze lehetett hozzá konfigurálni. 2008-ban a Szülőúz alkotói összeálltak a Meridian Audio-val, igen, azzal a céggel, amely bár elég mély nyomokat hagyott a hifi világában egy-két zseniális termékkel, mégis az utóbbi években inkább az elég sok vitát generáló MQA nevű kódolási eljárásukkal kerültek ismét a hifi rajongók látókörébe. Ennek a partnerségnek az volt az egyszerű oka, hogy a szulúzos srácok rájöttek arra, hogy ha a terméküket széles körben el akarják terjeszteni, akkor szükségük van egy olyan partnerre, akinek van tapasztalata a gyártásban, a termékek disztribúciójában, és mindenek felett értenek az audio termékek tervezéséhez. A Meridian eddigre már elvitathatatlanul az úttörője volt a digitális hangreprodukció és termékdesign innovatív megközelítésének, amely tökéletesen illett a Sulu's elképzeléseibe is a jövőt illetően. 2008 végén tehát a Meridian fel is vásárolta a Sulu's-t. Ahogy az olcsó PC-k, nasok és okostelefonok egyre jobban elterjedtek, a Suluz úgy kezdett egyre jobban eltávolodni a hardwaregyártástól, és az energiájukat inkább a szoftver csiszolásába fektették, létrehozva ezzel egy platformfüggetlen független rendszert. Ezzel párhuzamosan a Meridian partnerségre lépett a HP-val, akik felkérték őket, hogy fejlesztenek nekik egy zenejátszó alkalmazást, amely a Suluzra épült. Ebből lett a HP Connected Music 2012-ben. A világ persze folyamatosan változik, és az online streaming szolgáltatások térnyerésével és azokat rendszer szintű szolgáltatásként magukba foglaló hifi eszközök árának csökkenésének a hatására, 2015-ben a Sulus csapata megegyezett a Meridian-nel, hogy külön válnak az útjaik. Megszületett tehát a Rune Labs, és a mai videó tárgya a Rune zenelejátszó szoftver. Beszéljünk hát arról, hogy mi is az a Roon. A Rune egy audiofil multiplatform zene streaming szoftver, amely az összes elterjedt operációs rendszerrel használható legyen szó Windowsról, macOS-ről, Androidról vagy iOS-ről. A rune képes központosított rendszeren, tehát akár egy számítógépen ellátni az irányítás, tárolás és zenelejátszás funkciókat, de emellett képes elosztott hálózati rendszerként is üzemelni, ahol egy különálló központi szerver, valamint több különálló zenelejátszó eszköz az a streamer, és távirányítást végző eszköz lehet a rendszer része. A Rune három különálló funkcióból épül fel. Az első az úgynevezett Rune Core, ami gyakorlatilag egy központi szerver, amely menedzeli a zenekönyvtárunkat, az online streaming szolgáltatásokat és a zenelejátszásban résztvevő eszközeinket. A munka a Core végzi el, tehát a zenelejátszásért felelős hifi eszközeinknek már semmi más dolga nincs, mint hogy a Core által szolgáltatott biteket lejátszák. A második eleme a Rune rendszerének a Rune alkalmazás, amely elérhető Windowsra, ra Androidra, ios ra is, ezzel az alkalmazással kapcsolódunk a runkorhoz, és általa böngészhetjük, felfedezhetjük és leátszhatjuk a zenéinket. A rendszer alkalmas több felhasználói profil kezelésére, és tehát akár az egész család külön személyes térben kezelheti a saját kedvenceit, leátszási listáit, és mindenkinek egyénileg, személyre szabva ajánlhat új zenéket a rendszer. A RUN rendszer harmadik eleme maga a zenelejátszó eszköz. Ez lehet akár maga a Runcourt futtató számítógép is, így annak az USB vagy HDMI kimenetén keresztül streamelhetjük a zenét egy erősítőre vagy egy DAC ra de integrálható Sonos vagy akár Sonos kompatibilis IKEA Symphonisk hangsugárzókkal, Apple Airplay képes és Google Chromecast képes eszközökkel is. Emellett minden olyan gyártó termékével, tehát streamerekkel, erősítőkkel, stb., amelyek Rune Ready minősítéssel rendelkeznek. Ezeket a gyártókat meg sem kísérlem felsorolni, a lényeg az, hogy a Rune kb. mindenből képes zenét csiholni, amit a ma létező ismertebb hifi gyártók valamelyike készített. Ha a specifikációban benne van az, hogy Rune Ready, akkor működni fog vele. Az úgynevezett Rune Bridge szoftver használatával pedig bármilyen számítógépből, legyen az Windows, macOS vagy Linux alapú, de még egy Raspberry Pi-ból is pillanatok alatt zenelejátszó eszközt faraghatunk. Jelenleg az egyik végpontként én is egy Raspberry Pi 4-est használok, az igencsak hát idióta névvel megvert Ropai szoftvert használva, ami a Topping D30 Pro dakomat hajtja meg. De például az irodámban egy fiók aljából előkotort Raspberry Pi 2-es teljesít szolgálatot ugyanezzel a szoftverrel. Mivel ezeknek a végpontoknak csak egy dolga van, a bitek lejátszása, és semmilyen jelfeldolgozást vagy kicsomagolást nem hajtanak végre, ezért egy viszonylag szerény és filléres hardverből is pillanatok alatt bit-perfect digitális streamert csinálhatunk. Amit ellenben érdemes gondosan megválasztani, az a Rune Court futtató hardware. Mivel ez a része a rendszernek végzi a legerőforrás igényesebb feladatokat, hiszen egy adatbázist menedzsel, akár több klienst vagy zónát is kiszolgál egy időben, valamint minden zónához valós időben számolja ki az esetleges LQ vagy DSP beállításokat, ezért érdemes átgondolni, hogy mire szeretnénk majd a rendszert használni, és ehhez mérten megfelelően erős hardvert és megfelelő mennyiségű memóriát pakolni alá. Ha nem számolunk azzal, hogy több zónát kell egyszerre kiszolgálni, vagy nem akarunk masszív LQ és DSP beállításokat használni, akkor természetesen nem lesz kirívóan nagy hardware igénye dolognak. Ilyen esetben akár egy modern Intel Celeron processzor teljesítménye elegendő lehet, és ha már amúgy is használunk otthon egy nast, akkor akár arra is telepíthetjük a Rune központi szerverét. Például a korábban a csatornámon bemutatott QNAP hs 453 dx nas tökéletes társnak bizonyult a tesztelés során, de a Rune Core feltelepíthető Synology nasokra is. Sajnos a Synology a DSM-7 bevezetésével megszüntette a külső usb audio audioeszközök támogatását, tehát közvetlenül a nasra kapcsolt USB dakon keresztül már nem lehet zenét leátszani. A QNAP QTS operációs rendszerét a Rune hivatalosan is támogatja, tehát az letölthető a QNAP hivatalos alkalmazásboltjából, míg a Synology nasokra csak külső forrásból és manuálisan telepítve használható a rendszer. A Rune egy saját fejlesztésű streaming protokollt használ a bitek célbeüttetására. Ezt Roon Advanced Audio Transportnak hívják. Ez a protokoll alkotja a rendszer gerincét, a Rune pedig az audiofileknek készült Airplay-ként hivatkozik rá. A protokoll megalkotásánál több szempontot is figyelembe vettek. Amellett, hogy elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen jelenleg és jövőbeni hangformátumot továbbítani lehessen általa, és stabil streamelés tesz lehetővé vezetékes és vezeték nélküli hálózatokon is. A használatához a zenelejátszó eszköznek nem kell különösebben erős számítási kapacitásokkal rendelkeznie, ellenben kötelezően rendelkezniük kell saját dedikált óralappal a lejátszáshoz. Tehát szigorúan az én értelmezésemben az RAAT protokoll az biztosítja, hogy a bitek csak bitek legyenek, és azok bit perfect módon is jussanak a leátszást végző eszközig, onnantól pedig csak és kizárólag a leátszást végző eszköz óra alapjának a pontossága határozza meg a leátszás időbeni pontosságát, tehát például a jitter mértékét. Még egy dolgot szeretnék kiemelni a protokoll zsenialitásával kapcsolatban. Multiroom lejátszásnál képes arra, hogy egy millisekundumon belül biztosítsa a két zóna közötti szinkront. Tehát ha ugyanazt a dalt szeretnénk lejátszani mindkét zónában, akkor nem csak egyszerűen két kattintással összevonjuk a két zónát, hanem az is biztosítva lesz, hogy a két zóna egy millisekundumon belül szinkronban játsza le ugyanazt a dalt. Nekem például ez nagyon nagy segítség dakok összehasonlításánál. Csak annyit kell tennem ehhez, hogy mindkét DAC-ot rádugom ugyanarra a Rune kompatibilis streamerre, ilyen esetben egy Raspberry Pi 4-esre. Ilyenkor a két DAC két külön zónaként jelenik meg a Rune alkalmazásban. Ezt az két zónát néhány kattintással össze tudom vonni, és ezután a teszteléshez használt dal tökéletes szinkronban szólal meg rajtuk. A pedig rá vannak kötve az erősítőm egy-egy bevenetére, és ezáltal valós időben is szinkronizált BitPerfect digitális forrással meghajtva tudom vizsgálni a különbségeket köztük. Nyilván ez nem oldja meg az esetleges hangerőbeni eltéréseket, amiről egy korábbi videómban beszéltem, de egy gyors és mondjuk úgy felületes összehasonlítást könnyen elvégezhetünk ezzel a módszerrel. Ha kíváncsiak vagytok, hogy mi más tud még ez a protokoll, akkor Találtok egy linket hozzá a videó leírásában. A Rune igazi ereje a felhasználói felületben rejlik. A felület nagyon logikusan és könnyen kezelhető módon van felépítve, mindent ott találunk, ahol azt várnánk. A keresőmotor nem csak a saját zenekönyvtárunkban keres, de a rendszerhez kapcsolt online streaming platformokon is. Az ajánlási algoritmus precizitása szerintem a Spotify-éval vetekszik. Nagyon jó funkció az úgynevezett Rune Radio, ami a lejátszási listán szereplő dalok alapján hasonlóakat játszik le a saját zenekönyvtárunkból vagy a kapcsolt online streaming platformokról, miután az aktuális lejátszási lista a végéhez ért. A zenekönyvtárunkból és az alkalmazáshoz kapcsolt online streaming szolgáltatásokból az összes dalt részletesen kielemzi, és minden kapcsolódó információt az adott előadóval és albummal kapcsolatban begyűjt. Az adott lemez borítóképe mellett kapunk extra fotókat az előadóról, akár lemezkritikát az adott lemezről, az előadó biográfiáját is elolvashatjuk, az adott zeneszámban közreműködő zenészek névsorát is végigvehetjük, valamint megkapjuk az éppen játszott dal dalszövegét is. Természetesen minden interaktív, tehát ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy adott dalban játszó zongorista milyen más lemezeken működött még közre, akkor egy kattintással ezt is megnézhetjük. Az élmény valóban olyan, amilyet 1999-ben célul tűztek ki, hogy valamelyest visszahozzák a régi hanglemezen található esztétikai normákat és az információ bőséget az adott lemezzel kapcsolatban. Természetesen egy adott előadó diszkográfiáját is megtekinthetjük, amit abból pakol össze a rendszer, ami a saját zenekönyvtárunkban és a kapcsolt streaming szolgáltatásokban elérhető az adott bandához. Ha egy albumból több verzió is a rendelkezésünkre áll, akkor Kiválaszthatjuk azt, hogy például az általunk tárolt CD-változatot vagy DSD-változatot szeretnénk-e belőle játszani, vagy inkább például a Tidal által streamelhető MQA verziót szeretnénk-e meghallgatni, illetve azt is, hogy a három verzió közül melyiket preferáljuk a többivel szemben a Rune a zenejátszás közben folyamatosan és részletesen tájékoztat bennünket, hogy éppen mi történik a nagy becsben tartott bitjeinkkel, vizuálisan is segítve, hogy megértsük a digitális jel útját. Emellett egy nagyon fejlett tudású DSP-t is építettek bele, amelynek a segítségével nagyon komoly elhúzást, szobakorrekciót hajthatunk végre, természetesen azt az örökbecsű mondást észben tartva, hogy egy helység akusztikáján igazából semmilyen DSP nem tud változtatni, maximum befolyásolni azt. Viszont ha felhallgatóval hallgattok zenét, akkor ez a funkció egy teljesen új világot nyithat ki a számotokra, már ami a kísérletezgetést illeti. Természetesen a run sem tökéletes, ez egy premium szoftver, amihez prémium árazás tartozik. Az én véleményem szerint figyelembe véve azt a tudást, amit nyújt a végtelenül részletes testre szabhatóságot, a kiváló ajánlási algoritmust, a stabil működést és a kivitelezés minőséget, valamint azt az elmúlt több mint 20 évet, amelyet a fejlesztésére fordítottak, én nem tartom ezt irreálisnak. A videó készítésének az időpontjában a RUN közel 100 hifi gyártó partnerrel kapcsolatban, szóval a Mikrohullámú sütőket leszámítva, kb. bármilyen ismert gyártó portfóliójában fogtok találni legalább egy rúnredi eszközt. Igazából két dolgot találtam, amely korlátozza a rún lehetőségeit, és talán hatással lehet a jövőjére is. Ebből az egyik nem egy kardinális probléma, de nem értem, hogy Miért nem megoldható, hogy mobil eszközre is lehessen streamelni? Tehát például az autónkban menet közben is élvezhessük a RUN szolgáltatásait. Tudni kell azt is, hogy egy RUN licensz csak egy adott hálózaton belül hajlandó működni, tehát például ha van egy nyaralótok, ahol ugyancsak run szeretnétek használni, akkor oda egy teljesen különálló rendszert kell építetek. El tudom persze képzelni, hogy brutális hekálás és VPN bevezetésével felül lehet kerekedni ezen a problémán, de ez nem egy átlagos felhasználó által megoldható probléma. Ami talán ennél is nagyobb baj az az, hogy az online streaming szolgáltatások közül jelenleg csak a Tidal és a Kobuz integrálható a Rune rendszerébe. Természetesen a Rune végpontjaitokon tudtok például Spotify-t is lejátszani, mondjuk Airplay-en keresztül, de a Rune egységes felületén nem tudjátok a Spotify katalógusát elérni és integrálni a rendszeretekbe azt. Gyanítom, hogy nem sok realitása van annak, hogy akár a Spotify, az Amazon Music, de főleg egy olyan cég, mint az Apple mostanában az integráció szükséges mértékben kiengedni a kezei közül a kontrollt és engedné integrálni a katalógusukat a Rune ökoszisztémájába. Hosszú távon pedig ez az elszigetelődés nagy bajt okozhat a rúnnak, főleg azzal, hogy ezek a cégek is beszálltak a veszteségmentes és nagy felbontású zenelejátszás bizniszbe, ami eddig a fő érv lehetett például a Rune vagy a Tidal mellett. Sajnos vagy szerencsére a Rune annyira sokoldalú rendszer, hogy órákig tudnék még róla beszélni, és ha lesz rá igény, akkor természetesen nagyon szívesen csinálok róla még videót, akár jobban elmerülve a bárításokban és a telepítés hogyanjában. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videólat, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, like ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, Paypalon, vagy Buy Me A keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!